Már csak pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Vere Zoltán, 7. kerületi önkormányzat képviselője, a Fidesz frakcióból. Jó reggelt, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát már is van egy kérdés, amit a polgármester kért, hogy kérdezzek meg öntől. Hát persze én megkérdeztem volna saját magam is. Arról van szó, hogy a teraszok újra nyitottak, és polgármester úgy érzi, hogy 2012-ben már volt egy döntés, hogy 10 órakor be kell zárjanak a teraszok, de ő úgy érzi, hogy ezt nem ellenőrizték kellőképpen, viszont most teljes erővel ellenőrizni fogják. Tényleg nem ellenőrizték? Szomorú lennék, ha ez lenne az igazság, hiszen van erre egy költségvetési intézményünk, az Erzsébet Városi Rendészeti Igazgatóság, aminek ez volt a feladata, illetve van egy hatósági osztályunk is az önkormányzatnál. Biztosan ellenőrzésre kerültek, hiszen én magam az elmúlt esztendőkben is számtalanszor találkoztam olyan rendészeti beszámolókkal, melyekben azt taglalták, hogy milyen típusú hatósági ellenőrzések voltak, mind a teraszok nyitvatartásával kapcsolatban a vendéglátóipari helyeknél, mind pedig más típusú hatósági ellenőrzések, melyek a belső erzsébetvárosi részen szükségessé váltak az elmúlt években. Az ellenőrzés az folyamatos volt. Ennek az intenzitását, a minőségét, illetve a hatékonyságát azt lehet vitatni, de tekintettel arra, hogy 0,3 négyzetkilométeres a belső erzsébetvárosi rész, ezzel szemben több száz szórakozó hely van, minden nap, minden helyet nem lehetett ellenőrizni. Most erősíteni fogják, készülnek arra a testületben, hogy ennek az intézménynek több alkalmazottja legyen, több helyen tudjanak ellenőrizni, jobban be tudják tartatni a rendeletet? Bízom benne, hogy van egy ilyen szándék. Én nem találkoztam még olyan előterjesztéssel, ami a létszámgazdálkodási irányelveken változtatott volna, valamely intézménynél dolgozói létszámot emelnénk. Remélem, hogy tervben van ez, és remélem azt is, hogy a kompetenciáját növelik ennek a szervezetnek, hogy hatékonyabban tudjanak fellépni, hatékonyabban tudjanak eljárni a külföldi turistákkal szemben is. Reményünk az az, hogy egy hatékonyabb rendészeti igazgatóság lesz. Ehhez véleményem szerint több forrást is kell biztosítani, illetve az eljárásrendet is talán módosítani kell. Napjainkban nagyon nagy divat, hogy a politika a zöld felé fordul, hogy ne adjunk lábnyomokat, tisztább legyen a levegő. Ez egy nagyon tárt fogalom, de ezt a gyakorlatban is ki lehet vitelezni. Ön szerint a mostani vezetőség folytatni fogja az önök vonzalmát a zöldebb területek iránt? Biztosan folytatni fogja, hiszen egyrészt ez trendi, másrészt létre lett hozva egy szakiroda az önkormányzati hivatalon belül, mely ezt hivatott gondozni. És ez tovább is működni fog? Tehát létezik? Ez működik. Az a kérdés, hogy milyen megoldásokat találnak. Ez pénzbe kerül, van a költségvetésbe, erre vonatkozóan egy sor is? Erre van sor a költségvetésben. Minden évben elszámoltunk a környezetvédelmi alappal, illetve annak a felhasználásával, illetve elkerülhetetlen volt egyébként is az elmúlt évben, évtizedekben az energetikai korszerűsítés. Egyrészt számtalan pályázat nyitott arra lehetőséget, hogy korszerűsítsünk, másrészt pedig a modern kornak ez egy kihívása. Az elmúlt héten tárgyaltuk az önkormányzat csatlakozását a polgármesterek a Klímaszövetséghez nevű szervezethez való csatlakozáshoz, ahol én egy kis turpisságot láttam, hiszen itt kötelező vállalások vannak, és az egyik vállalás szerint 40%-kal kell csökkenteni az önkormányzatnak a gázhatású vagy üvegházhatású gázoknak a kibocsátását. Az előterjesztőnek az volt a szándéka, aki egyébként a környezetvédelmi irodát viszi, hogy bázisévnek tekintsük 2011-et. Most nem kell ahhoz nagy számítást végezni, hogy 2011 az előző ciklusban 8 évet jelent, a korábbi ciklusokat tekintve gyakorlatilag két ciklus. Én azt gondolom, hogy amilyen típusú beruházásaink voltak az elmúlt évtizedben, az összes intézményünket korszerűsítettük, nyilázárókat cseréltünk, napelemeket, napkollektorokat szereltünk fel, lecseréltük a gépjárműparkot.
Így ez nem tűnik egy nagyon ambiciózus vállalkozásnak, sőt, én bízom benne, hogy már ez teljesült is, és sokkal jobban inspirálna az önkormányzatot, ha például a mostani év lenne a bázis év, hiszen sokkal többet tudnánk nyújtani ezen a területen is az embereknek. Ugorjunk át a 7. kerületből a fővárosba. A fővárosban a főpolgármester rendelete alapján több bicikliutat jelöltek ki. A probléma ezzel, mondom én, mint egy autós, aki közlekedik, és nem kocsikázik, hanem célirányosan közlekedik. Hát a körúton például életveszélyes, nem lehet parkolni, tehát tulajdonképpen felszámoltak egy autósávot, nem létrehoztak, hanem kijelöltek, levágtak, parkolni is lehet, és egy sáv megszűnt, és a bicikliséké lett. Ami életveszélyes, úgy az autósoknak, mint a biciklisnek. Mi erről a véleménye? És a kerületben is festettek-e már föl ilyeneket, illetve hatása volt ennek, hogy egyes részeket lezártak átmenetileg. Zöldebb lett-e ettől a kerület? Kevesebb kipufogó gáz jött ki, vagy jobban tudtak aludni az emberek? Hát a kerület nem lett zöldebb, inkább sárgább, hiszen nagyon sok sárga jelfestés került fel az aszfaltra kerékpárút megjelöléssel. Én is azt gondolom, hogy életveszélyes, bár ez elsősorban a kerékpárosokra nézve. Én amikor most jöttem a stúdióba a Király utcán... Kiszáll az ember az autójából, és elüti egy kerékpár, ugyanúgy bele tud halni. És elsuhant mellettem egy kerékpáros, amit korábban nem vettem észre. Pedig én úgy érzem, hogy nagyon körültekintően vezetek, illetve a forgalomnak a lassulása az veszélyes a gépjárművekre forgalom közben is. Ahogy visszatér az élet és visszatér a rend a hétköznapokban, egyre több autós fog megjelenni a körúton. És én azt gondolom, hogy két okból aggályos ez jelen pillanatban. Egyrészt közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai szempontból, másrészt meg a kerékpárosok biztonsága szempontjából. Fontos lépés és fontos döntés lenne ezt meghozni, de nem így. Máshová kellene tenni a kerékpárutakat, és meg kellene teremteni annak a lehetőségét, hogy a gépjármű tulajdonosok letegyék a gépjárművüket, és megfelelően tudjanak közlekedni. Azaz parkolókat fognak létrehozni, de hát ha most eldöntik, hogy mély parkolókat vagy parkolóházakat építenek addig, amíg az elkészül, az azért beletelik legalább egy évben, nem? Hát először a feltételeket kell teljesíteni, és azt követően kell olyan vállalásokat tenni, ami az előzőekből következik. Hiszen ez egy meggondolatlan lépésnek tűnik már a időbeli lefolyását tekintve is, hiszen mind a belső erzsébetvárosi lezárás, mind a felfestés, az a bejelentést követően néhány napon belül valósult meg. Annak ellenére, hogy ezt átmenetének ígérte a főpolgármester. A főváros egyáltalán tárgyalt a kerülettel ezek a sárga felfestéseket illetően? A polgármesterekkel lehet, hogy tárgyalt a kerület egészével, vagy mi információt csak a sajtóhírekből kaptunk, illetve láttuk, hogy már felfestik a jeleket. Nem csak mi vagyunk a fontosak, hanem Budapest lakossága is. A főpolgármester azt ígérte, mindenben ki fogják kérni a budapesti polgároknak a véleményét, konzultálni fognak velük. Erről is meg kellett volna kérdezni, hiszen ez egy olyan nagy mértékű döntés, ami befolyásolja minden itt élő polgárnak a véleményét, életét. Nehéz a keresztülhaladás a kerületben, és én azt gondolom, hogy sokkal kipufogó gázosabb lett a belső erzsébetvárosi rész körúti szakasza, mióta az autók ott pöfékelnek, úgyhogy nincs már telítve, nincs még telítve, mint előtte, amilyen. Az Autoklub jogászai szerint, egy kereskedelmi televízióban nyilatkozat szerint életveszélyes a körúton ez a biciklisáv. Ugyanakkor, amikor felfestették, arról volt szó, hogy ez kísérleti jelleggel. Egy ilyen kísérlet, a gyógyszereket sem élő emberen próbálják ki először. Akkor hát a közút az legalább ugyanolyan veszélyes, mint egy ember kísérlet. A kísérleti jelleget az nem támasztja alá, hogy jelen pillanatban is láttam, hogy különböző műveleteket hajtanak végre a kerékpársávon. További felfestéseket, illetve műanyag eszközöket helyeztek el, szúrtak le az aszfaltba. Én azt érzem, hogy ezt tovább kívánják használni és tovább kívánják építeni. A kísérleti jelleggel, illetve minősíteni minden egyes aspektusát én nem tudom, hiszen nem vagyok közlekedési szakember. De közlekedik. De közlekedek, és minden esetben
tanulmányokat készítettünk. Ettől a lépcsőzetes iskola kezdés, a lépcsőzetes munkában állás sem fog változtatni. Tehát, hogyha van egy kétsávos út, és abból egyet lezárok, akkor ott olyan tumultus lesz és sorbaállás, hogy 3 órával később is lehet kezdeni. Illetve ha kétszer két sávból 2 sávot lezárok, 2x1-et. Erre gondoltam. Igen, az még inkább beszűkíti a körutat. Amikor mi átszerveztük Belső Erzsébet városnak a közlekedését, elsősorban a Madách utcában, illetve a Madách tér környékén egy teljes átfogó közlekedési tanulmányt készítettünk. Egyrészt azért, mert ez kihatással van a kerület részre és a kerületet körülölelő fővárosi részre, a fővárosi tömegközlekedésre, illetve a közlekedés biztonságra. Azt gondolom, hogy egy ilyen mértékű beavatkozást másképpen nem lehet elvégezni, hiszen ez csak bosszúságot és veszélyt okoz az embereknek. Köszönöm, erre még visszatérünk. Van még 2 percünk, és ezt a 2 percet használjuk arra föl, hogy 6. és 7. kerületnek a biztonságossága. Láttuk azt, hogy nem is olyan régen közel a Deák térhez 2 ember is életét vesztette, huligánok verekedése, kábítószer és egyéb függések véget. Ha újra nyit a Buli negyed, beleértve a 7. illetve a 6. kerületet, a Király utcát és a környékét, a Deák teret és az egész környéket, mi biztosítja a lakóknak az életben maradását, hogy egy ilyen verekedésben nem keverednek bele, és nem válik a tér Chicagóvá? Én bízom abban, hogy a lakók nem keverednek ilyenbe, és nem éri őket olyan baj, ami a testi épségüket vagy az életüket veszélyezteti. Lehetne mondani azt is, hogy úgy látjuk, mintha egy új trend alakulna ki, hogy nagyon sok ilyen típusú bűncselekmény megjelenik. Ez egyébként összefügghet azzal is, hogy ez most tetőzött, hogy véget ér a kijárási tilalom és szabadabban korlátozás. Nem. Igen, köszönöm. Szabadabban tudnak mozogni az emberek, illetve összefügg azzal is, hogy sokkal szabadabban gondolkodik a mostani fővárosi vezetés. Azt gondolom a polgároknak a szabadságáról, illetve nagy veszélyt látunk abban is, hogyha hajléktalan szállót szerveznek a belvárosnak a közepére, az olyan jelenségeket hozhat magával, ami a közlekedés a Belső Erzsébetvárosi és a belvárosi biztonságot nem erősíti, hanem éppen hogy veszélyezteti. Visszakanyarodva a legelső kérdésre, én bízom abban, hogy a rendészeti igazgatóság az uralni fogja a helyzetet, és a Belső Erzsébetvárosi részen el tud járni, illetve a rendőrségtől is azt tapasztaltam, hogy minden eszközzel felléptek az elmúlt időszakban. Új helyzet lesz 2 hónap szünet után, hogyha megindul a turizmus. Mindenkinek össze kell szednie magát, és nekünk az az elvárásunk, hogy az erzsébetvárosi polgárok és az ide látogató vendégek biztonságban tudják tölteni a szabadidejüket, biztonságban élhessenek. Minden eszközt meg kell ahhoz adni, hogy a biztonság az ne gyengüljön, hanem erősüljön. Az elmúlt évtizedben is azért tettünk minden lépést, ami ezt szolgálja, hogy az ilyen eseteknek a száma csökkenjen. A statisztikák az ezt mutatták. És én azt gondolom, hogy a Belső Erzsébet városi rész biztonságtechnikai szervezés tekintetében a legerősebb városrész volt a belvárosi rész. Képviselő, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt és visszavárjuk, mert még számtalan kérdésem van, de azt most már nem tudom föltenni. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Verez Zoltán, 7. kerület önkormányzati képviselő, aki már több egyszer kerül be a képviselő testületbe, volt a vendégünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésre állt, visszavárjuk. Előzetesek, és már is megyünk tovább, a szomszédos Romániába fogunk ellátogatni. Pászkán Zsolt a KKI munkatársának segítségével tartsanak velünk. Előzetesek, és már is jövünk vissza.